Sziasztok! Elérkeztünk utolsó előtti Renegát láda és lókeresgetős videónkhoz, és a medvebarlang tetejéről fogok indulni, úgyhogy ha szeretnétek végig velem maradni, akkor állítsátok meg addig a videót és fáradjatok ti is ide. Nem fogom megvágni a videót, most csak simán megyünk egy szép kört, és közben összeszedjük a ládákat és a lovakat. Mindjárt itt rögtön az elején egyébként. Ha valakinek kell esetleg valami, nem tudom mi ez egyébként, mert amúgy nem látom, de az a lényeg, hogy itt van valami, ami csili-vili. Hogyha esetleg valaki 10 aranyrögér vissza szeretné vinni ezt a jogos tulajdonosának, akkor ezt itt most megtehetitek. Illetve a főút melletti farkasodónál találtok majd egy lapátot, de azt is majd megmutatom. Na, akkor első körben itt van nekünk, hol a medve? Eltűnt innen a Maci Laci. Na, szóval itt van az első renegát ládánk, ezt én át is veszem, és ezt itt a medvebarlang feljárójánál találjátok. Mondom, a koordinátákat X334 és Y231 jelenleg így állunk, és hogyha itt lementek, akkor már mindjárt itt találhatjátok a szívecskés popójú pónipacit, egy amerikai foltos. Őt pedig X327 és Y231-nél találjátok. Elindulunk a nyári lak mentén, mert a nyári lak mellett van az arabteli vérünk. És hát szokásomban szívvel én megpróbálok majd itt pipálgatni, hogy nehogy elcsesszek valamit. Át is vesszük gyorsan. Őt X335 és Y219-nél találjátok, itt a renegát tábor és a nyárilag között, látjátok, ott is van a piros tetejű házikó. És akkor innen elmegyünk majd a birkakarámhoz, mert ott van a következő renegát láda, pontosabban a birkakarám alatt egyébként, és onnan fölmegyünk majd a bajnokságot. Illetve a Firbrook felé, mert ott meg két ló van? Egy ló van, bocsánat. Egy ló van. Itt találtok egy renegát ládát egyébként. Jóban észre fog venni, nem baj, majd lefújom. Na, mondom a koordinátákat, X305 és Y206. És ő egyébként itt a Starshine Farm mellett van, itt a farkastanya fölött, és a birkakarám alatt. Hát ezt itt találjátok. Illetve itt van még egy... Itt van valahol még egy renegát láda, valamelyik patörzsnek a tetejére akasztva. Ah, itt is van. Itt is van bizony. Na, hát ezt is itt találjátok egyébként nem messze, de mondom a koordinátát, X297 és Y197-nél találjátok. Én is már át is vettük. No, akkor most elindulunk fölfelé, mert azt hiszem, hogy talán úgy lesz a leglogikusabb, bár egyébként sehogy nem logikus, mert valahol mindenképpen vissza kell fordulnunk. Sajnálatos módon, de nem baj, meg fogjuk oldani, csak nem erre. Látjátok, én Arkonbokról mindenen átmegyek. Na, itt a Firbrook felé vezető úton, amit én most kellemesen áthágtam, de egyébként itt vagyunk. Itt találtok egy kvártert. Egy lebegő kvártert a Firbrook-i út alatt, de mondom a koordinátákat, X323 és Y176. A nasit a lovaknak ne felejtsétek el, és akkor igen, hát itt találjátok bent a satyarékba, és hogyha minden igaz, akkor itt már végeztünk is. És van még vissza egy lovunk, illetve kettő renegát ládánk. És hát most első útunk a farkasodó felé fog vezetni, ott majd mindjárt megmutatom a lapátot is nektek amúgy, hogyha nem akarnék meg minden hülyeségben. És az egyik, szó szerint az egyik oduban lesz, tehát ilyen barlangos cuccba, tehát az ilyesmibe egyébként.
De itt már egyébként chillingel nekünk, úgyhogy meg lehet könnyen találni. Csak be kell kúszni érte. Főleg, hogyha nem vesz észre 86.200 farkas menet közben. Hát remélem, hogy be tudok menni. Jó van, nem baj, majd lefújom, semmi gond. Na, mondom a koordinátákat, bár szerintem itt nem nagyon segít a koordináta. X288 és Y176. Úgy konkrétan. Tehát ezt egyébként pontosan úgy, ahogy mondtam, úgy kell. Mert különben fölnavigálod a büdös francba, és legfeljebb csak a csilingelést fogjátok hallgatni. Egyébként itt van valahol a lapát is, a farkasodóba. Tudom, azt ígértem, megmutatom, de azt hiszem már elmentem mellette is. Annyira nem lenne jó most visszamenni, érte? Na! Elmegyünk az általam elnevezett kis félszigethez, mert ott lesz az utolsó paci, ami a Csinkotik Póni, és amíg visszamegyünk a Starshine Farmra, útközben összeszedjük az utolsó renegált ládát. És ezt a pónit egyébként ott legalul találjátok. El kell menni majdnem a... Tehát el kell menni teljesen a csücsök széléig, és akkor ott a part mentén, hogyha elmentek, akkor ott már láthatjátok is a kis póninkat. Elvileg itt lesz a lejárónál valahol, de majd mindjárt megkeressük. Á, ott is van. Na, tehát ott van a híd, itt szépen lejöttök. Látjátok, itt Premier Plánban látszik, ott van a csücske ennek a kis félszigetecskének, és itt félúton található ez a kis póni. Főleg, hogyha engedné, hogy... És nézzétek meg, most mi van? Mi a gond? Na mindegy, addig mondok egy koordinátát. X245 és Y200... jó, most... Na, oké. Oké. No. Akkor megyünk tovább. És maradjatok itt a szélén, mert itt lesz az utolsó renegált ládánk, ha minden igaz. Itt valamelyik fának a tövében. Á, pontosan ott. Na, hát ezt is itt a... Egyébként, hogyha a Starshine Farm felé mentek, itt már hallhatjátok az úton, ahogy chillingel, bár én mondjuk, nekem mondjuk nem tűnt föl. Mert én csak egyszer mentem ott el, és akkor sem erre figyeltem, úgyhogy igazából akkor hallottam meg, amik itt szaflattam lent. Úgyhogy, hát legyetek résen. Nos, a koordináták X262 és Y211. Hogy pontos legyek. Na, egyébként kicsit elszámoltam magam, mert azt hittem, hogy mindegyik lovam, amit a bazárban vettem, már 10-es szint fölött van, mint kiderült, a tinkerem nem. De egyébként nem is bánom, mert így legalább tovább tudok bohóckodni vele. Most átraktam rá ezt a szettet. Hát nem éppen a legjobb összeállításom, az igaz, de legalább illik hozzá a Western szettem. Na, hát pont nem lesz meg vele egyébként ezen a pár XP-n múl, de mindegy. Na, leszállítjuk a lovakat, és elvileg azt hiszem, hogy meg is vagyunk vele. És ha minden igaz, akkor ma be tudom már váltogatni a szetteket, de ahhoz még el kell döntenem, hogy melyiket akarom. Természetesen szokásom, hogy szívvel leszálltam a lóról, nem baj. És megint leszáll, hát ezt nem hiszem, mert nem... Ja, Istenem! Tényleg jobban megéri az E-betűt használni, csak hogy nem tudom. No! Elvileg, most már elmondhatom, hogy 10-es szint felett vannak a lovaim, mert most már ő is meghaladta ezt a mérföldkövet. Na srácok, én hát gondolkodom, vagy ma, vagy holnap még nem döntöttem el, majd meglátjuk, mert arra a döntésre jutottam, hogy megpróbálok spórolni, és legalább a másik szedből is, már nem a Lisa Petersonosból, hanem ebből a Big Sky Bohém szedből azért egy-két dolgot szeretnék kiváltani. Ha más nem, akkor a nyereg alátét kötőfék, nyereg alátét kötőfék ilyeneket, meg a felsőt is szeretném kiváltani. Úgyhogy hát nem tudom, hogy mennyi fog belőle sikerülni, úgyhogy majd meglátjuk, holnap még kimatekozom, úgyhogy ha esetleg, nem tudom, egy kis segítségre szorultok. Én egyébként szorulok, tehát nekem jó lenne egyébként eldönteni, de még utána kell majd számolnom. Akkor várjátok meg a holnapi videót, mert utána fogok nézni,
hogy mit tudok kiváltani és mennyire, és hogyha ti szeretnétek takarékoskodni és mindegyik szedből egy kicsit beváltani, akkor várjátok meg ezt a videót, mert megpróbálok valami maradandót alkotni, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Na, remélem, hogy tudtam nektek segíteni a koordinátákkal, még így déltájékán is. De hát talán mire hazaérnek az iskolából az iskolások, illetve az érettségizők is befejezik a tanulást, addigra már talán én is beesek. Na, srácok, köszönöm, hogy velem tartottatok, és holnap találkozunk ismét. Szép napot nektek, sziasztok!